Köszöntöm a Honvéd hét nézőit! Veszprémben a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tűzszerészei 500 kg-os szovjet gyártmányú légibombát hatástalanítottak. Veszprémben az Egyetem utcában egy építési területen találtak meg egy 500 kg-os szovjet gyártmányú második világháborús légibombát. A biztonságos elszállítás érdekében eltávolították, majd hatástalanították a robbanó szerkezet orr- és fenékgyújtó szerkezetét. A rendőrség 500 méteres sugarú körben lezárta a kijelölt területet. A bejelentett lakosok számi tudomásom szerint 711 fő ezen a területen, de ugye itt további emberekről beszélünk, akik ugye ezekben a közintézményekben dolgoznak, tehát 1000 fölötti számról beszélünk, rendőrök pedig több mint 100-an vesznek részt a terület kiürítésében. Sikeresen hatástalanították a tűzszerész katonák a mögöttem látható 500 kg-os szovjet légibombát. Hamarosan elszállításra kerül innen Veszprémből a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés céljából. Mint hallottuk, a Veszprémben talált bombát a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol időről időre megsemmisítik a robbanó eszközöket. A Tatár-Szentgyörgyi lő- és gyakorlótéren a tűzszerész katonák munkájáról tájékozódott a Magyar Honvédség parancsnoka. A tűzszerész katonák idén már több mint 280 alkalommal semmisítettek meg jellemzően második világháborús eredetű robbanó eszközöket. Erről a munkafolyamatról tájékozódott Ruszin Szendi Romulus altábornagy augusztus 11-én a Tatár-Szentgyörgyi lő- és gyakorló téren. A Magyar Honvédség parancsnoka emellett megtekintette azt a hatástalanított 500 kg-os második világháborús szovjet légibombát, amely Veszprém belvárosában földmunkálatok közben került elő a közelmúltban. Honvéd tűzszerészeink folyamatosan dolgoznak. Idén több mint 20 tonna harcanyagot hatástalanítottak. Valahogy így néz ki, amikor befejezik robbantással a hatástalanítást. A magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a honvéd tűzszerészekre, hogy békében, biztonságban élhessenek. Idén összesen több mint 1200 robbanótesttel kapcsolatos bejelentés érkezett a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred tűzszerész ügyeletére. Másutt is ellenőrzött a Magyar Honvédség parancsnoka, miután megtekintette a NATO kiemelt éberségi tevékenység harccsoport tatai vezetési pontját, ellenőrző látogatást tett az Újmajorban települt nemzetközi erőknél, ahol egyebek mellett az elhelyezési körülményekről, valamint az elvégzett és tervezett feladatokról tájékozódott. Ellenőrző látogatást tett a NATO kiemelt éberségi tevékenység harccsoport részeként hazánkba települt nemzetközi erőknél Ruszin Szendi Romulus altábornagy augusztus 10-én a Veszprém melletti Újmajor bázison. A Magyar Honvédség parancsnokát Frigyer László vezérőrnagy, a Transformációs Parancsnokság parancsnoka és Pálmai Árpád alezredes, a Bakony Harckiképző Központ központparancsnok helyettese fogadta, aki tájékoztatást adott a tábor működtetéséről, az eddig elvégzett, valamint az elkövetkezendő időszakra tervezett kiképzés-támogatási feladatokról. A jelentéseket követően Ruszin Szendi Romulus altábornagy személyesen győződött meg a több nemzeti kötelék fogadására alkalmas tábor felkészültségéről. A magyar vezetésű nemzetközi zászlóharcsoport közösen az olasz, horvát, amerikai kollégákkal megkezdte a felkészülést annak érdekében, hogy szeptember végén bizonyítani tudják, elérték a teljes mértékű készenlétet. Ma megnéztem a tábort, az elhelyezési körülményeket, az ellátást, az egészségügyi központot. Minden feltétel adott ahhoz, hogy elvégezzék a munkát. Most már csak izzadni kell a gyakorlótéren. Augusztus 10-én éjszaka begördült az első Panzerhaubice 2000-es önjáró löveget szállító járműszerelvény a tatai Klapka-György lövészdandár laktanyájába. Hamarosan továbbiak követik majd, amelyek segítségével újjászületett a hazai önjáró tüzérség.
Augusztus 10-én a reggeli órákban érkezett a Hegyeshalmi határátkelőhöz az első tatai Panzerhaubitze 2000-es önjáró löveget szállító jármű. A kötelező pihenőidőt követően este 7 órakor indult útjára az 55 tonnás löveget szállító szerelvény a szükséges közúti biztosítással. Az M1-es autópályán megtett hosszú utat követően már késő este ért a tatai Klapka-György laktanya kapujához a konvoj. A telephelyre begördülő járművet Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága haderőnemi szemlélőség szárazföldi szemlélője és Lőrinc Gábor dandártábornok, a 25. Klapka-György lövészdandár parancsnoka is várta. A legboldogabbak azonban minden bizonnyal a lövészdandár alárendeltségébe tartozó 101. tüzérosztály katonái voltak. A félpótkocsiról lassan legördülő PZH 2000-est fogadó lelkes fogadóbizottságot Bartók Barnabás alezredes, a tüzérosztály parancsnoka vezette. Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, mivel a 2004-es haderő átalakítás után, közel két évtized várakozás után ismét egy képességgel gazdagodott a Magyar Honvédség az önjáró tüzérségnek a képességével. A most beérkezett legelső Panzerhaubitze 2000-es is azonnal munkába áll. A hazai kiképzést fogja segíteni. De hamarosan megérkeznek a továbbiak is, és nem kell már sokat várni az utolsó 24. lövegre sem. Kövér Márton hadnagy, 9-szeres világbajnok, maratoni kenus. A Magyar Honvédség sportszázadának katonasportolójával az Omszki-tónál, a Végbort centrumban beszélgettünk. Kövér Márton hadnagy, 9-szeres világbajnok maratoni kenus, a magyar kajak kenusport 51-nek beválasztott örökös bajnoka. Életében 2018 óta van jelen a SZÁP. Lapátot először a szomszédja Vaskuti István olimpiai bajnok kenus hatására fogott 1995-ben. Már ifi koromban kialakult, hogy nekem a maraton az jobban feküdt. Nem is annyira izomzatilag, mint inkább mentálisan. Én azt szerettem, arra szerettem a felkészülést, és aztán felnőtt koromban meg már egyértelműen a maraton fele mentem el. A katonasportoló 2018 óta egy új sportágnak is hódol. Álva evez, azaz száppol is. De mi is az a SZÁP? Hát a SZÁP stand-up paddling, tehát állva evezés, állva kenuzás, egy ilyen szörfdeszkából idővel specializálódott eszközön. Egy kiváló sport, viszonylag könnyű megtanulni, a kenunál nagyságrendekkel könnyebb, akár egy teljesen kezdő ember is rááll egy széles felfújható deszkára és el tudja kezdeni. Ez már egy vékonyabb, gyorsabb, merev deszka, ez már egy profi eszköz, de egy nagyon jó, népszerű sport. A Magyar Kajakkenu Szövetség júniusban a Lupatavon rendezett egy SZÁP világkupát, amelyen Márton a felfújható deszkás versenyszámban 3 kilométeres távon aranyérmet szerzett. A következő nagy versenyem az a legnagyobb lesz idén, az a világbajnokság, az Lengyelországban lesz, és oda sikerült kijutnom. A sportoló 2017-ben bújt angyalbőrbe. Mindig is közel állt hozzám a hadsereg, nagyon szerettem a történelmet, a hadtörténelmet, a fegyverek, ezek mind érdekeltek, úgyhogy szerettem volna bekerülni. Emellett a kettős életpálya modell is nagyon fontos volt számomra. Sikerült is felvételt nyernem, idővel megcsináltuk az alapkiképzést, azóta vállalok katonai szolgálatokat, főleg ami az elmúlt 2-3 évben itt a világban történt azzal kapcsolatosan, tehát én is részt vettem kórházbiztosításba, közterületi járőrszolgálatban voltam, északi-déli határ, úgyhogy mi is a sportszázadban kivesszük a részünket ezekből a feladatokból. Márton büszke, hogy hazáját szolgálhatja. Mindig nagy büszkeséggel tölt el, mikor fölvehetem a gyakorlót, vagy esetleg nagy ritkán a köznapit. Szeretném fölvenni, és abban, amikor lát a családom, ismerősök is, esetleg az még egy plusz ilyen töltet, ilyen büszkeség, hogy nem csak sportoló az ember, nem csak ott áll helyt, hanem a honvédségen belül is, és akár vissza is tud adni abból, amit kaptunk a magyar államtól sportolóként, hogy a honvédségnek szolgálunk. A sportszázadon belül, ha minden jól megy, akkor még van 3 évem, annyi van a szerződésemből, én addig szeretnék versenyezni, még sikereket elérni, most vagyok abban a korban, hogy még ezt meg tudom tenni, és amint ez az időintervallum letelik, onnantól kezdve pedig beosztást fognak nekem keresni, és akkor a Magyar Honvédségen belül
beosztásomnak megfelelően elhelyezkedek. Önök a Honvéd Hét műsorát látták, hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a www.honvédelem.hu portálon, valamint a Facebookon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!